Na sziasztok, mi vagyunk az Insipid zenekar, és a Bevadolok című dalunkra éppen, na most lassan végzünk a forgatással. Kemény nap volt, nagyon-nagyon-nagyon kemény. Körülbelül olyan, hát olyan délbe érkeztünk ide, a Pixelnek a stúdiójába. Nagyjából megbeszéltük Petiékkel, hogy mi a mai napnak a menetrendje. És a legfontosabb, amikor megérkeztünk, már akkor láttuk, hogy itt van a Cadillac, amit ugye bérelt a stáb a forgatásra. Hát... Cadillac Devil. Nem béreltük, megvettük. Megvettük, igen. Az nagyon állat volt. Kemény, kurva kemény. Nagyon állat. Körülbelül 172-szer nagyobb nálam ez az autó. Panoráma úton voltunk kint, ott voltak a külső felvételek. És... hát én végsofolytottam az egész napot, gyakorlatilag. Te tudod, mi az a fény, ami mindig ott van? Ha bevadulok én is, az lesz jó. Valaki végre szólna már. Az egyenes út helyett minden ugyanúgy körbe-körbe jár. Ha bevadulok én is... De ezt tudod, hogy miért lesz jó teljesen középen? Azért, mert amikor majd fognak így forgolódni, akkor érted, a háttér is úgy fog majd vele mozogni. Ez a lényeg. Nem a mákos tészta. És a flitter az még azért dob rajta egyet. De azt kell mondanom, még jön egy pár vihar. Itt klip végét vesszük fel. És a refrén részeknél fogjuk még használni ezeket az autós felvételeket. Itt kint a Debrecen melletti panoráma úton. A csúcson ébredünk. Én megérzem, és megértem, hogyha bármi felkavar, de remélem, te tudod, mi az a fény, ami mindig ott van. Ha bevadulok én... Statiszta szerepben voltunk igazából, tudod, minden zenekarban az énekesre van kihegyezve a dolog. Kicsit sírtam is. Az egyenes út helyett minden. Oké, jöhet az autó. Ha bevadulok én is, az lesz jó. Az igazság, azt el kell mondanom, technikai tudásom egyenlő nullával. Na most rám bíznak egy ilyet. Nyomnom kell ezt a kurva pedálsort, amit nem is kéne, amit beszéltünk, nem kéne bal lábbal, de mindegy, belelóg. És azért nekem ez meghaladja a technikai tudásomat. Egy... semmit nem kell csinálni, csak ülnem, meg mennem. Ahhoz értek tökre. Bírok ülni, megtanultam körülbelül egy éves koromban, és menni is körülbelül egy éves korom óta tudok. Úgyhogy eznek a két dolognak tökéletesen megfeltem, meg rágtam ezt a szart, és többet is belőle. Yes, a rockstar fiú, rockstar, ez a legkisebb fiú, aki én is az lesz jó. Ez egy úgynevezett Jimmy Fart. Egy kránfárt, egy autóra szerelt, egy olyan különleges felépítmény, amit az autóra helyeztek föl hozzáértő technikus kollégáim. Ezáltal egy olyan mozgást tudunk elvégezni, amit még nem láthattunk magyar klipekben. Úgy viteleztük ki, hogy nagyon nehezen, tehát gondoltam egyet és kiviteleztük. Tehát így, de most megkötöm ezt a csomót, ahogy szakszerűen kell, és akkor reméljük, hogy nem fog leesni a kamera. De ha leesik, hát akkor így jártunk. Tehát. Majd lottózzunk, és akkor veszünk jobbat. Most nevetek, ha van mi, sírok, hogyha fáj. És bízom benne majd, emlékeztem. Oké, kimentünk a panoráma útra, ott volt egy ilyen külső irányítás forgatás. Felvettem a srácokat kocsival, meg volt ilyen kocsiba éneklős dolog. Hát nem tudom, én szerintem vesz Oscar. Úgy gondolom, hogy egyszerre tükröződött az arcomon ez a filozofikus elgondolkozás, a macsó, amiről beszéltünk az előbb, és egyébként nem tudom, lehet, hogy elsőre nem, de hogyha jól megcsinálják a srácok a vágást, akkor a többi mögöttes tartalom a világ békére való törekvés, illetve hát tudod azt, hogy a gazdasági helyzet rendbe jöjjön, az én próbáltam ezzel kifejezni, a dalunk is erről szól egyébként. Nem tudom, sikerült, remélem, hogy, de hát ezt majd látjuk. Nem tudom. Körbe-körbe jár, csak ő nyugodtan, hey, nem lesz semmi baj.
utolsó két autós felvételt felvesszük. Lehet látni mögöttem, hogy majd a Frankon felszereltük a szuper Sparksos rendszer, ez Ádám? Sparksos? Igen, Sparksos. Autóra rögzítős, kamerás okosságot. Jó, nem volt gáz. Csak egy pólom kell, mert azért hűvös van az úton, de azért tök jó. Én mondjuk a statisztéria. Plusz a verkoperatőr. Hogyha bármi felkavar, de remélem, te tudod, mi az a fény. Négy óra felé voltunk itt körülbelül? Három? Hogyha? Tényleg 7 órakor már. És azóta itt vagyunk lenne. Most hány óra van? 2? 3 óra. Most hajnal 3 van. És még gyakorlatilag most már végeztünk. Még van egy kis... Mert nem csak itt bóckodunk neked, hanem még majd lent is kell egy kicsit. De ügyesek leszünk. Megígérjük. A fekete ásványvész sokat segített. Igen. Mert hogy nagyon bepizzáztunk, nagyon szeretjük az olasz ételeket. Különösen a Dávid, az a kedvenc olasz étele a pacal. Ha jól emlékszem, a pacal. Meg a gulyásleves. Gulyáslevesre emlékeztem, de mindegy. Ha bevadulok én is, az lesz jó. Valaki végre szólna már. Az egyenes út helyett minden ugyanúgy körbe-körbe jár. Ha bevadulok én is, az lesz jó. Úgyhogy ennyi volt a bevadulok klip, forgatás. Még nem. A forgatás, igen. Még van. Hát még van egy kicsit, de nem, igazából. De most vége vagyunk. Igen, most van most vége. Vége van? Nem. Jó, nem, nincs még vége, nem mondta, hogy vége van. Nincs, mi lesz? Te is tanultad, hogy van még belőle. Hát kiírja a kamera, nem, hogy mennyi az idő. Ott lesz benne. A dátumból látják a nézők, hogy milyen nap lesz el így. Tehát, ennyi volt a bevadulok klip, forgatás. Végeztünk, diszkusz. Így van, végeztünk. Állj, mi az a diszkuszió, jó, mert én nekem ugye van idegen szavak szótára, de még a dél... Van idegen szavak. Gyuszi, végeztünk a klipforgatással. Nagyon fárasztó volt, kíváncsian várjuk a végeredmény. Király, csók. Nem van idegen szavak szótára. Tövje vagy. Szólom már az egyenes út helyett minden. Körbe-körbe jár. Insipid bevadulok videóklip forgatás vége. Kiszer Sándor ébresztés. Csapó 1. Nézd csak! Sanyi, ébresztő. Vége a forgatásnak. Nem mondom. De mondom. Hajnal 4. Ne, el se. Jó vagy? Sztár leszel. Sanyi élvezte a forgatást. De köszönjük neki a lehetőséget. És a segítséget. Mit írsz, Sanyika? Jelzeteket?